televíziónk vendége Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. A cégvezetővel Lósz Csilla fog beszélgetni az idei évkezdetről. Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen, és köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. Igazgató úr, év elejét érünk, 2021-es év. Ilyenkor egy vezetőnek mindig vannak elképzelései, hogy mi is fog majd ebben az évben történni az általa vezetett intézményben. Milyen lehetőségek elé néz a Városgondnokság az idei évben? Természetesen az évet már a előző év végén megkezdi tervezni egy-egy vezető. Így tettem én is, mint minden évben. Már októbertől megkezdjük tervezni mindig a következő évet, ugyanis akkor már úgy nagyjából körvonalozódnak, ha nincs is konkrét pályázati kiírás. Azok a pályázati kiírásoknak az alapjai, amelyek a következő évet fogják érinteni. Így volt ez 2020. októberében, novemberében is. Elkezdtük tervezni 21. november végén meg is a konkrét pályázati kiírást, ami a Start Munka program keretében indítható közszolgálkoztatást érinti. Össze is állítottuk, hasonló kondíciókkal, mint 2019 év végén, amely a 2020-as évet érintette, és a 2021 évre vonatkozó pályázatot decemberben, 2020 decemberében beadtuk. Január elején, 2021. január elején a Belügyminisztérium ezt be is fogadta, és ellen pillanatban úgy néz ki, hogy nyertes pályázatnak a birtokába vagyunk, amely konkrétan 226 fő foglalkoztatását jelenti majd 2021 évben. Ez egyébként márciustól indul ez a program, és 2022. február 28-áig fog tartani. Ez a pályázati keretösszeg körülbelül 400 millió forintból áll, amelynek jó része bér és járulék, de természetesen közvetlen költségekre is biztosít a pályázat forrást. 60 millió forint értékben tudunk közvetlen költségre pénzt biztosítani a Városgondnokság működéséhez. A közvetlen költség alatt értem a hajtó- és kenőanyagoknak a beszerzését, kisértékű tárgyi eszközöknek a beszerzését, valamint a pályázat engedett egy nagyértékű tárgyi eszköznek a beszerzését is. A nagyértékű tárgyi eszközök azok 200 000 forint nettó összeg felett kell természetesen érteni. Sikerült a pályázatba beilleszteni a nyertes részébe egy 4 millió forintos főnyíró gépet, amely olyan nagy összegű, hogy ezt a Városgondnokság és az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudná megvenni. Viszont itt 100%-os támogatottságú a pályázat, nincs önerő rész, ezért is nagyon-nagyon jó, hogyha ezt a gépet meg tudnánk vásárolni. Egy hasonló kaliberű gépet szeretnénk majd megvenni, mint amit 13 évvel ezelőtt vásároltunk, amely fűnyírót a lakosság láthatja is nagyon sokszor. Ez egy önjáró gép, amelyet az egyik kollega szokott kezelni, a főteret is ezzel szoktuk vágni. Tehát 13 éves még, nagyon jó gép, tehát működik, viszont én úgy éreztem, hogy mindenféleképpen a pótlásról, a tartalékról gondoskodni kell, valamint egyre nagyobb az a terület, amelyet rendbe kell tartanunk. A város lakosságának is ez az igénye, hogy ne csak a városnak a legbelső részét tartsuk olyan szép állapotban, amilyen állapotban tudjuk tartani. Viszont azt is tudjuk, hogy ezek a gépek azért nagyon érzékenyek, tehát mindenhova nem lehet kiküldeni, nagyon vigyázni kell rá, olyan gépkezelőt is ültetünk rá, akiről tudjuk, hogy igényes a saját eszközeire is, nem hogy a munkáltatója által biztosított gépek esetében is biztosítani kell ezt neki. És ezeken a területeken, ezeket a perifériás előbb említett területeken, ezekkel a gépekkel nagyon nem tudunk dolgozni, ide nagyobb teljesítményű mezőgazdasági vontatókra szerelhető gépek kellenek, amelyeket az elmúlt években azért többé-kevésbé sikerült szintén pályázati forrásból megvásárolni, de sajnos a 2-3 évvel ezelőtt megszűntek a nagyértékű gépeknek a korlátlan támogatásai. Ettől az évtől és az elmúlt évtől már csak egy-egy gépet lehet így beépíteni. Korábban volt rá példa, hogy 20-30 milliós gépet is be tudtunk építeni, de ugye egyre több az igény foglalkoztatásra az önkormányzatok részéről. Egyre több önkormányzat akar fejleszteni innovációt, műszaki fejlesztést ebből a forrásból akar végrehajtani, és mivel több a jelentkező,
egy-egy önkormányzat kevesebbet tud kapni, de mi minden évben azért egy nagy értékű eszközt meg tudunk indokolni, el tudjuk fogadtatni a pályázatba. Emellett még a kisértékű gépeket is vásároljuk. Itt főként azokat a gépeket szoktam beépíteni a pályázatba, amelyek jó minőségűek, tehát mindenféleképpen odafigyelek arra, hogy hosszú tartós életű gépeket tudjunk megvásárolni. Most már sorolni, de nem azokat a egyszerű otthoni felhasználásra szánt barkácsgépeket szoktuk megvásárolni, hanem a profi mindennapi használatot is bíró eszközöket vesszük meg, amelynek értéke nagyobb, de hosszú távon ezek természetesen megtérülnek, meg biztonságos, stabil működés csak ezekkel az eszközökkel tudunk biztosítani a város felé, a városi önkormányzat, a megbízónk felé. Tehát a projekt egyik részében eszközök kerülnek be, beszerzésre, megvásárlásra, és ugye nagyobb részében pedig a közfoglalkoztatott munkaerő foglalkoztatására kerül sor. Hosszú évekre nyúlik vissza itt Karcagon ez a program. Milyen munkálatokban tudják ezeket az embereket foglalkoztatni, akik jelentkeznek erre a programra, akik bekerülnek ebbe a programba? Évek óta hasonló munka köröket tudunk biztosítani, és hasonló programokat indítunk, mert ugye ez az évek során azért kicsiszolódott, hogy mi az, amire tudunk pályázni, mi az, amire érdemes pályázni. És egy nagyon fontos szempontot most már a tavalyi évben is figyelembe kellett venni, és ebben az évben meg különösen figyelembe kell venni, hogy teljesen átalakult a munkaerő merítési lehetőség. Tehát azok a munkájára igényes segéd vagy szakmunkások, akik akarnak is valamit az életben, és esetleg nem elégednek meg a közfoglalkoztatás nyújtotta bérrel, a versenyszféra felszippantotta őket. Tehát magasabb bérért, valószínű hosszabb munkaidő biztosítása mellett a munkavállaló részéről természetesen. Tehát itt hallom azért, hogy nagyon sokat kell dolgozni, és nem feltétlenül fél a napi munka 8 óra hosszába vele. Elmentek ezek a munkavállalók, akikkel mi is tudtunk haladni, akár térkvezési, betonozási, fakitermelési, vagy esetlegesen nagyon jó gépkezelők eltűntek sajnos a mérítési lehetőségünkből. És azt kell figyelembe venni, hogy kivel mit tudunk megcsinálni. Természetesen kevesebb munkát tudunk most már vállalni, igényes munkákat nem tudunk elvégezni, tehát nagyon sajnálom, hogy a térkő gyártó részlegünk továbbra is működik, viszont a térkő lerakására alkalmas csoportokat nem tudunk már megszervezni, mert gyakorlatilag a építőiparban jártas segéd vagy szakmunkások az általam említett reálszférába már rég el tudtak helyezkedni sokkal, de sokkal magasabb bérért. Tehát ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Vannak azonban olyan munkák, amelyeket el tudunk még a 226 fővel természetesen végezni, mert vannak, akik megelégednek ezzel a bérrel, mellette még esetleg van másodállásuk, vagy esetlegesen a család irányításába, vagy a családnak a háttérmunkálatainak a biztosításában vesznek részt, és nekik elég az, hogy 8 óráig eljönnek dolgozni egy 50-60 ezer forintos bérért, és utána tudnak a családdal foglalkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. A további munkájához kívánok egészséget és kitartást. Köszönöm szépen!